Szarvasi Liget Wellness ad otthont egy visegrádi projekt kulturális turisztikáról elnevezésű projektzáró rendezvénynek itt Szarvason. Mácsár Eszter projektmenedzserrel beszélgetünk erről a projektről. Mi a projekt célja, Eszter? A projekt célja, tehát ez egy visegrádi nemzetközi pályázat, visegrádi alappályázat, amelyet tavaly nyertünk el, tavaly februárban. A címe az, hogy gyerünk és keverjük össze az épített és kulturális örökség, a gasztronómia és kézművesipar négyesét. A négy partnerre ki van osztva egy-egy szerep, de mint rájöttünk, nem lehet pusztán egy-egy kiragadott területet rá tenni egy-egy partnerre, tehát mindenhol, minden egyes partnernél nyilván ennek a négy fókuszterületnek valamely ötvözete szerepet játszik, valamilyen arányban. A célja pedig az, hogy egymásnak a kulturális turisztikai lehetőségeit feltérképezzük, és erre jó lehetőséget adott a partnertalálkozó, amely minden városban megrendezésre került, két napos partnertalálkozók, és minden városnak és annak a régiónak egyfajta turisztikai potenciáját bemutatták nekünk, amennyi időnk rendelkezésre állt azon belül természetesen. Ha már így a V4-ek, akkor nyilvánvaló, hogy lengyelek, csehek, szlovákok, illetve magyarok vesznek részt ebben a projektben. Igen. Mely városok? Igen. A városok, kezdem magunkkal, de csak azért, mert mi vagyunk a vezető partnerek, tehát a mi feladatunk a projektnek a lebonyolítása, megszervezése, pénzügyi elszámolása. Ezen kívül testvérvárosunk Poprád város önkormányzata Szlovákia részéről, Csehországból Rosenberg Egyesület, Trebon városból, de nekik több helyen vannak kulturális tevékenységük, tehát például mi Nóverádiban voltunk tavaly júniusban. Lengyelországból Fundácia Alapítvány, ez a Biesztácka Alapítvány, szintén kulturával, turisztikával, regionális együttműködéssel foglalkozik. Az eddigi megismert tapasztalatok mit tükröznek? Milyen az együttműködés? Az együttműködés nagyon jó. A partnerek rugalmasak, mindenben igyekeztek segíteni, tehát az események megszervezése is gördülékeny volt. Az együttműködés jó, baráti jellegű minden találkozó, és még azt szeretném elmondani, hogy nem volt alapkövetelmény mind a négy visegrádi országból partner szerezni, elegendő lett volna háromból is, de mi nagyon örültünk már a legelején, hogy ez egy viszonylag erős projekt, mert mind a négy visegrádi országból sikerült partnert keresni. Ez sem volt egyébként egy könnyű feladat az elején. De így, hogy összejött ez a projekt és elindultunk, nagyon jó partneri együttműködés alakult ki közöttünk. Így az önkormányzatok és az egyesületek megismerhették egymás városait, azoknak a területeknek pedig a kiemelkedő tevékenységi köreit, így ahogy említetted, akár a kézművességet, vagy a turisztikát, igen, gasztronómiát. Igen. Mikkel sikerült megismerkednetek? Az első esemény tavaly júniusban volt, június elején Nóverádiban, Csehországban. Az ő régiójukra, illetve arra a városra konkrétan inkább a kastélyturizmus volt jellemző. Mi egy kastélyban voltunk elszállásolva, egyedül voltunk, tehát rajtunk kívül nem volt más, és nagyon érdekes érzés volt egy bukoly kastélyban, tehát az a családnak a régi, annak a családnak a kastélya volt régen. Ezen kívül egy kovács műhelybe, a fő látványosság egy kovács műhely volt, amit a Rosenberg Egyesület tart fent, ők tevékenykednek ott, ők mutatják be a régi kovácsmesterséget a turistáknak. Persze végignéztük a kisvároskának a főbb nevezetességeit, templomot, cukrászdát, bementünk egy felújított hotelbe, ami most már wellness szállóként működik, de igazából az érdekes eleme az volt, hogy egy régi elhanyagolt szállóból, hogy lett egy, illetve kastélyból, mert az is egy palota volt, hogy lett egy wellness hotel, és a falon végig ki voltak rakva az előtte és az utána képek. És szinte felismerete, tehát éppen hogy csak fel lehet ismerni, tényleg ez az volt, tehát nagyon érdekes kirándulás volt. És a további partnereknél, a szlovákoknál és a lengyeleknél? A második esemény tavaly decemberben volt, egymást követőleg rendeztük meg. A december elején volt Lengyelországban, és ott arra területre
Az én benyomásaim, ugye ez egy hegyes vidékes terület, és egy kis faházban voltunk elszállásolva, a tulajdonos szintén vendégturizmussal foglalkozik, és ilyen családias hangulatban ott a család, aki működteti azt a faházat, ők főztek hagyományos ételeket, helyben készült házi készítésű lekvárok, kenyerek, és ez volt a jellemzője igazából. Tehát azért is mondtam, hogy itt is megtalálta a gasztronómia, és az a vidék, mondták, hogy tehát este már azért ne menjünk ki, mert esetleg a medvék közel merészkednek, ugye ezek a fenyvesek, tehát ez a másik érdekes oldala volt ennek a kirándulásnak. És nyilván ők is jártak szarvason. Őnekik mi a benyomásuk szarvasról, a szarvasi turizmusról, az idegenforgalomról, egyáltalán az önkormányzat és a turizmus kapcsolatáról? Mindenkinek egyöntetű véleménye, hogy nagyon szép a környékünk, gyöngyszem, úgy jellemezte az egyikük. Igyekeztünk mindent mi is bemutatni, tehát voltunk például a Szárazmalomban, ahol őrlés volt, látható, voltunk az Arborétumban, a Mini Magyarországot látták, a kézműves tanyán csikós bemutató volt, és persze a városban is körbejártunk, a mai záróeseményen, a mostani záróeseményen a turistabusszal mentünk körbe a városba, Magyarország közepét láthatták, tehát cukrászdában voltunk, tehát így próbáltunk mindent így bemutatni, persze láthatják a Köröst, hiszen a Liget Hotel az a Körös partján, hogy mindent körbevesz a Körös, és itt ez határozza meg a főbb turisztikai élményt, ugye nekünk a Körös. És persze voltunk sétahajózáson, tehát minden vidék a maga sajátosságában szinte összehasonlíthatatlan. Uh-huh. Tehát összehasonlíthatatlan, de mindegyik páratlan a maga nemében. És ezt lehetett érzékelni végig, hogy minden egyes vidéknek megvolt az a maga sajátosság, ami miatt érdemes oda menni. Nem lehet egy közös nevezőt valahogy ráhúzni. És a mai eseménynek mi a célja? A mai esemény már záró esemény, tehát ez is egy végülis a mai egészségügyi helyzet miatt nehezített körülmények között sikerült megszervezni, már abból a szempontból, hogy nehezen jött össze. Tehát április 30-án zárt volna a projekt, kaptunk 2 hónap meghosszabbítást, így lett június 30. És én próbáltam volna még kérni 1 hónapot, vagy valamennyi időt, de ez nem sikerült. Azt javasolta a titkárság, a viseleti titkárság, aminek Pozsonya a székhelye, hogy hát online tartsuk meg. És ennek nem örültem volna. A projektmenedzserünknek volt az ötlete, hogy hát mégis próbáljuk meg megszervezni élőben, és aki el tud jönni, eljön, aki nem, az online kapcsolódik. És aztán szerencsések voltunk, mert a 3 partnerből 2 is tudott jönni. És így a poprádi kollégák csatlakoznak online. És az is zökkenőmentes, mert jól látható, jól hallható a videokonferenciában ők is. Ennek az egész projektnek Szarvasváros számára mi a hozadéka? Mit profitált ebből egyáltalán Szarvas? A jövőbeni egyik indikátora ugye a pályázatoknak van, egy úgynevezett turizmus protokoll kialakítása, és ez nem konkrét termékcsomagot jelenthet, hanem pont olyan ötleteket lehetne belegyűjteni, amiket már tegnapi reggeli konferencián itt hallhattunk, hogy ötletelünk, hogy mit lehetne közös irányban elmozdulni, vagy hogyan lehetne egymásnak a turisztikai értékeit reklámozni például, vagy olyan ötlet is volt, hogy kiadványokat, ugye rengeteg születik Szarvason, és nagyon sok számú fajta féle kiadvány van a Körösmaros Nemzeti Parkról, Arborétumról, mindenről, vagy ilyen összefoglaló kiadványok is, amit a TDM készít, hogy ezekből lehetne eljuttatni egymáshoz egy nagyobb mennyiséget, és így lehetne egymás régióját reklámozni a honlapon, de ez már meg is történt, mert a projektnek egy eleme, hogy a visegráti projektről a saját város honlapon, vagy a szervezetnek a saját honlapján hírt adjon az adott szervezet, és ez már folyamatban is van, valahol meg is történt. Tehát, hogy ez lenne egy jövőbeli lehetőség, hogy valami turizmust, vagy embereket megindítani, vagy turistákat terelni egymás térségébe. Persze megmaradhat a partnerek közötti együttműködés, akár jövőbeni projektekben is, vagy pedig maga az a jó kapcsolat, az a korábbi tapasztalat és jó kapcsolat, ami kialakult,
bármilyen szinten tovább vihető a jövőben. Tehát egy lehetőség, egy potenciált rejt magában ez a kapcsolat, ami most kialakult. Milyen új projekteken dolgoztok? Most határmenti projektünk a román-magyar projekt, ez egy katasztrófavédelmi projekt. Ez nemrég indult, tavaly októberben, és úgy néz ki, hogy sikerül a nehézségek ellenére csúszás nélkül majd be is fejezni, bár az később lesz, tehát jövő márciusban záródik. Itt nagy arányú eszközbeszerzést lehet megvalósítani a katasztrófavédelem területén, ami szarvasan inkább az ár- és belvízvédelmi részterületet jelenti. Tehát ezen kívül nyilván a román-magyar partner találkozók és információs napok kerülnek megtartásra, de ezen projekten kívül lezárult egy korábbi román-magyar projektünk, ami szintén nagyon jó eredményeket hozott. A tanásteremnek a teljes audio technikai berendezése lett kicserélve, és persze ott is még egy magyar várossal, Berettyújfaluval, és még három román várossal került kialakításra jó kapcsolat. Éles Dell, aki a projekt vezető partnere volt, Sólyomkővárral és Margitával. De most nyertünk egy másik fajta interreges projektet, ami nem határmenti, nem román-magyar viszonylatban kerül kialakításra, hanem Duna régiót fogja össze, egy Duna transznacionális program. Ez most fog indulni július 1-jével, 16 partner van benne, szintén román vezetők, Kolozsvár város vezető partnerségével indul. Ez pedig a önkormányzati, városi szinten biztosít ismét kapcsolódást, persze civil szervezetek és társaságok is vannak benne. Azért nehéz megfogalmazni, mert hogy a régi elhagyott vagy használaton kívüli önkormányzati épületek, ingatlanoknak a újból élettel töltése, akár szociális, vagy társasági élet, vagy bármilyen életet bele kell vinni ilyen elhagyott épületekbe. És most ez nem infrastruktúrát jelent, hanem szerintem workshopokat, vagy akár bármiféle tanfolyamokat kell majd kigondolnunk ilyen épületekre. És partnertalálkozókat tartalmaz, valamint tanulmányok is fognak születni. Ez nehéz lesz, mert 16 partnert mozgatni egy projektben, hát majd ezt meglátjuk. 2,5 évig fog tartani egyébként a projekt, tehát lesz idő még megtalálni azt, hogy milyen út meg kapcsolatok lesznek ebben a projektben. Ez sose lehet előre pontosan eldönteni, hogy most mi lesz. Mindig alakul, fejlődik. Tulajdonképpen ezeknek a külföldi partner kapcsolati építő projekteknek a lényege, hogy menet közben is fejlődik. És hát úgy látszik, hogy még rengeteg munka vár rátok. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.